Szegedi búvárok újra a Móra dombjózodában. Látogatásunk célja egy szubjektív uszonyteszt. Sziasztok! A mai teszt célja, hogy összehasonlítsuk a rekreációs uszonyokat egy technikai uszonyra. Igen. Ezzel Scuba Project Film. Arra vagyok kíváncsi, hogy rekreációs búvárkodásnál is hasznos lehet-e, hogy felveszi a versenyt a hosszabb uszonyokkal ez a rövidebb jetfilm, illetve hogy van-e bármilyen előnye a rekreációs uszonnyal szemben. A rekreációs uszonyból kettőt választottunk, teljesen hagyományos kilipántól ellátott Cressit, illetve az én öreg Apollong uszonyomat, amire egy rugós pánt lett már felszerelve. Értem. A teszt az úgy fog zajlani, hogy meg fogom számolni, hogy az uszodába hány uszonycsapás átérni a túloldalra, illetve megpróbálom megbecsülni, hogy ez mennyire fárasztó, vagy mennyire kevésbé fárasztó egyik vagy a másik uszon. A teszt első részében saját uszonyommal fogok úszni, és megszámolom az uszonycsapások számát oda, megszámolom vissza, és ha van elmény, és akkor átlagom is. Uszonnégy uszoncsapás. Igen, oda? Oda, és 24 vissza. Na, az remek. Úgyhogy, de hogyha jobban odafigyel az ember, akkor terheli a lábát. Aha. Inkább olyas fajta ember vegyen ilyet, akinek ez nem okoz gondolni. Jó, akkor nézzük, mit mutat a jetfin. Felvettem a jetfin, azt tettem észre, hogy kicsit nehezebb felvenni, mint az én uszonyomat, valószínűleg feszesebb a rugó, és nyomja a lábfejemet, egyetlen egy ponton, mind a kettőt. Tamásnak nagy lába van, nagyobb, mint az enyém. A jetfin az viszonylag dő a lábamra, de a lábfejemet ettől még nyomja, úgyhogy ez nem biztos, hogy olyan jó volt. Jetfin. Elsőre, hogy nyomja a lábam, ez nem biztos, hogy egy uszonyozás közben is így van. Nyilván, hogyha pipál a lábfej, akkor kevésbé nyomja. Pont azon a felső ponton a lábfejednél. 26 uszonycsapás, de semmivel nem könnyebben leúszni, mint abban az öreg kiadott uszonyból, amit Tamás most gyakor, és én használok 15 éve. Csapás, de tényleg jobb azzal a vastagabb, vagy de inkább azt gondolom, hogy amiatt jobb a jetfinnel BK-ba uszonyozni, mert szélesebb. Nyilván ez nekem komfortosabb volt, ezzel búvárkodom, megszoktam, szokatlansága hozzájárul a másfajta kezelés ez a jetfinnek. Stabilabb vagyok rekreációs uszonnyal, de ki mit szokott meg. Én nem gondolom, hogy jobb lenne rekreációs célra ilyenfajta uszonyt választani, illetve
rárabjak, hogy egy kicsit is kisebb helyen fér el. Aha. A súlya nagyobb, nem jobb vele nekem, legalábbis nem jobb 24 egyetlen. Tehát akkor összességében az a te személyes véleményed a teszt eredményeképpen, hogy jobbak ezek a könnyű műanyag uszonyok? Nem merem ezt mondani, srácok. Nem akarok pápább lenni a pápánál. Szerettem volna venni egy ilyen nehezebb műuszonyt. Megfontolandó, de aki nem megy barlangba, rekreációs konvercióra választ uszonyt. Nem feltétlenül ajánlom én ezeket a vastagabb uszonyokat, de nekinek szerintem ez inkább ízlés kérdése, mint értelmes döntés. Mind a kettőbe lehet uszonyozni.